Nézzünk egy pár jelenetet, mesélek róluk néhány rejtett érdekességet, kulisszatitkot. Jó lesz, akkor kezdjük. Rögtön itt az első. Csikó a háttérben, hogy hesszel már? Nem volt ugyan szándékos, de baromi jól kijött így véletlenbe. Mint a tényleg azt nézné, hogy ez a Pali most komolyan beledobta a fikát a feldolgozóba. Itt nem történhet baleset. Ez a tüsszentés az eredeti sessionben is elhangzott ugyan, de mű volt, mert nyilván tüsszentést nem egyszerű rögtönözni. Viszont úgymond szerencsére a vágás során pont meg voltam fázva, és meló közben egyszer pont elkapott egy tüsszögő roham, úgyhogy bőven sikerült nem is egy habcit elkapni, sikeresen rögzíteni. Amivel már hiteles volt a poén. Kettő résznél is szerepel egy olyan kameranézet, amikor biztonsági felvételeken keresztül megy a jelenet. Ezek a nézetek ott helyezkednek, ahol a játékban ténylegesen van biztonsági kamera. Ott kell bemenni! Gyerünk, 3 perc! Ez a rész két felvonásból lett összepakolva, mert kétszer csináltuk meg a küldetést. És ha volt, ami jobban sikerült második nekifutásra, akkor abból használtam jelenetet. Speciál a végén a kocsikázásnál az volt a gond, hogy az első futamunknál ugye leszakadt az ajtó, viszont a második menetnél már majd csak érintetlen volt az autó. Viszont a farolás meg tetszett abban a körben, így azt használni szerettem volna mindenképpen. Szóval megint csak a kameraállásokkal kellett trükközni, de ha nagyon megfigyeled, itt éppen látszik, hogy nem szellőzik az utastér. Úristen, ez nem fog menni! Mindenki lehagy! Ez a dialógus valóban elhangzott, csak épp nem adta át a point maga a helyszín, ahol zajlott. Nem érződött az erőlködés, hogy szenvedünk felfele a kis motorral, ezért újra vettem egy jóval meredekebb emelkedőn, kivártam, amíg közelednek mögém autók a sávomba, és akkor indultam el, hogy le tudjam kapni a pointhoz azt is, hogy megelőznek a kocsik. Itt van egyébként az originál jelenet az eredeti sessionből. Úristen, ez nem fog menni! Ez a max kakaó! Mindenki lehagy! Kis bújtatott elhelyezés, hogy a drog rossz. A mészárlás montásban volt egy pár rész, amit kivágtam. Hiába játékról van szó, nem mertem kockáztatni, ennél kevesebbért is sorolt már be YouTube videókat. Így is pengejelen táncolt az epizód a rendszerük szerint, mert erőszak, tudatmódosítószerek, mert az is baj, igen, hiába egy játékról van szó, sőt, még a mesztelenség kategória első bugyrába is beleléptünk, mert hújújúj, vannak a videóban poligoncsajok melltartóban meg bugyiban. Az egyik legkitartóbb munkát igényelte, az a minimális terjedelmű, de mégis fontos szerepet betöltő jelenet, amiben az áru mutatkozik meg, ahogy az idő során gyűlik a raklapon, halmozódnak a téglák. Ezt a mennyiséget ugyanis a játékban ténylegesen össze kellett gyűjteni, kimenni küldetésekkel szerezni és folyamatosan pótolni az ellátmányt, hogy a gyártás ne álljon le az üzemben. Az alapanyag készletet teljesen feltölteni egyedül nagyjából 3-4 küldetés teljesítésével lehet, egy darab egység termékből 2 vágókép jött ki, mert mindenféle egységnél gyűlik láthatóan egy plusz rakomány a raklapon. Lehet, hogy nem hangzik most ez teljesen érthetően, lényeg, hogy irgalmatlan sok időt megevett ez a folyamat is, holott a végleges anyagban épp csak villanások erejéig láthatók ezek. Sajnos a rögzített klipek nem mentenek el minden részletet, bizonyos sérüléseket, rongálásokat például újra renderelve, máshogyan vagy épp sehogy nem jelenít meg az editor betöltésnél. Ezért van, hogy a jelenetben érintetlennek tűnik Komcsakó, holott valójában tényleg ki volt juggatva a háta. Kaptam egy-két golyót a hátba. Ugyanúgy haladtunk, mint a nagy filmesek. Azaz, hogy nem abban a sorrendben forgattunk, mint ahogy a végleges videóban jöttek a jelenetek. A raktárban hűlés után még nem beöltözni mentünk, hanem rögtön egy-két szelmisönt kellett indítanunk, hogy kiürüljön a rakomány. És amíg játsszuk a többi részeket, az alatt is termeljenek a munkások, hogy aztán a végén még egy eladást le tudjunk bonyolítani még. Hogy abból is minél több variációból lehessen válogatni az utómunkánál. Utána mentünk csak munkaruhát venni, aztán resupply missionöket csinálgattunk, hogy a termelés le ne álljon, majd csak utána kezdtük az esti betanítókört. A montáshoz meg össze-vissza gyűjtögettem az anyagokat, amikor csak időm engedte. De egyébként úgy, mint minden sessionünkhöz, ehhez is készült tervezet, ami szerint haladtunk. Egyfajta butított forgatókönyv. Ezzel bebiztosítva, hogy semmiképp se felejtsünk ki semmi fontosat. Ha kíváncsi vagy még több ilyen és ehhez hasonló videóra, akkor legyél te is Francis kis kedvence tagságunk része, ahol exkluzív videókkal várunk mindenféle csemegével, amik a háttérben zajlanak nálunk.